Krisztián, szerinted tudunk nyerni csak faltörő kossal? Biztosan 100%-ig biztos vagyok benne, hogy 100%-osan tudunk nyerni faltörő kossal. Jó, akkor próbáljuk meg. Na hello srácok, ez itt egy újabb Fortnite-os videó. És a Krisztián videóján ugye meglett a 3000 like, azt mondta, hogy ha meg lesz 3000 like, akkor megyünk csak faltörő kossal. Igen, én nekem fogalmam sincs erről, hogy mi történik, meg hogy mi ez az új frissítés, most léptem be legelőször a játékba, de meglátjuk. Ja, gyerünk összekezdeni faltörő koss, gyorsan! Ja. Akkor nem lőhetünk semmi mással? Nem. És ami nagyon rossz, mert itt vannak ezek a NPC-k. Eddig a chestekbe találtam faltörőkost, meg van az a ilyen táska, és abban van faltörőkos. Oké. Okay. Nekem van egy ilyen business turetem, ez mi? Mire jó? Az az, hogy ledobod és lövöldöz, de hát nem tudom, azt szerintem ne használjuk most, mert jó. Az csalás. Nem tudom, hogy néz ki. Egy nagy beng a kék. Ajaj, itt vannak ketten. És van ez a ilyen táska, azt kell keresni, Máté. Táska. Itt van, itt van! Itt van a táska! És nem az van benne! Ezt nem hiszem el. De az a táska az. Azt kell keresni. Azt hisz, hogy milyen jó fegyverek vannak, mikor nem lőhetünk semmi. Azt a rohadt! Megtámadnak. Na menjünk innen, Krisz. Vagy muszáj itt van! Itt van, Máté, vedd föl! Oké, okay. Gyertek, köcsögök. Na és mit kell ezzel csinálni? Megnyomod, és akkor így felcsárgyolja, és akkor lehet vele zúzni. Jó van, mint ott látnék egyet. Francba! Eltaláltad, Máté? Nem! A fenébe! Ezt nem hiszem el! Támad! Szaladj, szaladj, szaladj! Menekülj! Máté, el kell menekülni! Itt vagyok! De még nem töltöd fel! Amint tudsz fel az égbe! Itt ugorjunk le, gyere! Menjünk ide le! Jó, neked is kéne találni egyet. Itt egy táska! Legyen benne! Ezt nem hiszem el, hogy megint nincs benne! Van ilyen remote explosív is. Tényleg, srácok! Most jutott eszembe! Ha ezen a videón meg lesz egy nap alatt a 3000 like, akkor menjünk egy olyan videót, hogy nem lőhetünk a Fortnite-ban. Az jó videó ötlet, nem már? Nagyon jó. Hát és az, akkor hogy akarsz nyerni? Hát úgy, hogy csak ez, abban használjuk ezt a business turretet, meg használjuk ezt a remote explosives-et, meg ilyenek. Csak az a lényeg, hogy nem lőhetünk. Ja, értem. Az elég jó. Krisztián, valami gond van. Igen, mert izé van. Kijárási tilalom. Miért? Mert kijárási tilalom van, és elkezdenek ilyen őrök mászkán az utcán. És mi ez a robot gomba? Nem tudom. Na menjünk! Jó, most elnyomtad a lövésedet? Ezt nem hiszem el. Nem nyomtam el a lövésem. Felrabbant a robot gomba. Ja. Keymaster! Mi történt? Ja, nekem is felrabbant. Kell nekem is egy faltörő kos. És ezzel lehet, Máté, utazni is, mert hogyha föllövöd az égbe, akkor így kilő. Igen, tudom. Úgyhogy most már csak nekem is kell találni egyet. Ebben legyen ebben a csehbe. Ja, de vigyázz, ezt inkább csákánnyal. Mert nagyon sok idő még újra. Ja. Szép volt. Azt a bénát. Jó, Krisztián, nem tudom, te ezzel hogy akarsz nyerni. Máté, szerintem simán tudunk nyerni ezzel. Vagyis hát nem simán, hát de szerintem tudunk nyerni. Nagyon biztosnak tartom, hogy valószínű. Szerintem tudunk nyerni. Izét kell fölvenni ilyen mindenféle hílelős dolgokat. Az a lényeg, hát hogy biztos. El kell menekülni mindenki elől, úgyhogy meg kell próbálni megsebezni, és akkor utána el kell szaladni, és föl kell hílelni. Mert ugye mivel csak ezt a fegyvert vetjük föl, ezért bőven tudunk fölvenni healt. Azt a jacuzzi. Wow! Ott is van a pajzs. Ja. Okay. Csak tudod, mi a probléma? Szedjünk össze jó sok cuccot. Az, hogy ugye ketten vagyunk, igen. És mások is ketten vannak. Ez a probléma. Hát igen. Mert hogyha mi ketten lennénk, és mások egyedül lennének, az hát úgy igen, jól. Az is sokkal könnyebb lenne. Crashpad, az mi? Az, ami így el tudsz ugrani, így föl. De az nem izé volt eddig. Launchpad. Hú, de fas tükör ez. Lépést hallok! Hall! Itt. Arról. Máté. Ott vannak! Ott! Igen? Igen, ott volt kint. És játékos? Itt jön! Itt jön! Jó, elszaladt. Ott van megint. Ott vannak ketten is! Jönnek ide! Gyújtsd be! Boom! Máté!
Meneküljünk! Gyere! Fuss! Fuss! A fenébe! Persze már 85 bokor mögött, hogy talál el 100-szor? Sikerült elmenekülnöd? Nem. Most lőnek le. A fenébe. Nyugi, Máté! Nyugi, ezt figyeld! Hova mentél? Boom! Na, meghaltál? Nem. A fenébe. Hát nem hiszem el. Hát, Krisztián, nem tudom, ezzel valami nagyon fura taktikát kell alkalmazzunk. Ezt meg kell tanulnunk használni. Máté! Van egy taktikám, amit kitaláltam. Hogyan győzhetnénk ezzel a fegyverrel? Na? Ugye a végén már nagyon sokat cseb az a vihar, és ez a becsapódással elég el lehet lökni az ellenfeleket. Úgyhogy valahogy túl kéne jönnek a végeig, és kilökni őket a viharba. Igen, mert amúgy előbb is elég nagyot löktem rajtuk. Ja. Ne, ellopta előlem, ott volt! Ott van egy! Gyorsan. Máté! Repülj el onnan, menekülj! Itt vagyok. Oké. Itt van még egy! Oké, és menjek! Hol, itt van! Jaj, ne, ellenfél! Gyere, itt vagy mellettem, gyere! Oké, és... Hol van? Nem látom, ott van! De hol vagy? Itt van! Vedd már föl! Oké, és elmegyünk innen! Oké, menjünk el, gyorsan! Menjünk oda ki, és gyorsan föl az égbe! Jó! Nyomatod! Let's go! Ez az! Ja. Na ezzel lehet jó félre lökni őket. Ja, hogy ezzel, amikor becsapódsz? Igen, amikor így becsapódsz, akkor így előbb így becsapódtam mellé, és elrepült. Aha. És hogyha kilököd a viharba, amikor már olyan sokat cseb ez a vihar, akkor elég jó szerintem lehet. Zúr, lehet. Nem? Ja, próbáljuk meg. Hát most már van fegyverünk, szóval akkor most már csak healt, meg ilyeneket kell gyűjteni. Várj, nekem van pajzsom. Ja, hopp, itt volt már valaki. Van egy ilyen érzésem, hogy itt lesz. Szerintem adhattak volna ennek nyugodtan több sebzést, mert... Ja, mert elég gyengus amúgy. Jó, most érted, hogy jaj, de akkor túl sokat sebzel. Jó, és a sniper, hogy fejbe lősz, és akkor 220. Érted most. Scoped. Supercharged. Az nagyon jó, Máté. Supercharged. Jaj, tényleg, a izéket azt kihasználhatjuk. A autókat. Most. Tudod, mert hogy nem tudunk lőni. Hát jó, de most... Autóval. De most akkor ne járművekkel menjünk, hanem ezzel. Hát nem, csak hogy... ott vannak! Ott jönnek! Meghalsz! Föl az égbe, Máté, és bele kell csapódni. Jó, hát ez nem sikerült. A fenébe! Ez se sikerült. Jó, hát ez egy akkora bot, mint ott van fönn a haverja. Ott van, ott áll fönn. És így céloz a semmibe. Menjünk föl, csapjuk. Tök jó. Ne, Máté! Vannak kipróbáljuk rajta izét, leteszteljük rajta. Várj, ezt meg kell ölni! Várj! Meg kell ölni ezzel a izével. Megölöm! A fenébe! Hol van? Hát ezt nem hiszem. Máté, menj föl és csapódj be! Lőd föl magad és becsapódtam, csapódj be! Becsapódtam! 12-t sebeztem rá, ez az! Jó, hát ez, Krisztián, ez nehezebb lesz, mint gondoltam. De mi, föllőtted magad az égbe? Igen, égbe? És becsapódtam és 12-t sebeztem. Oké, most nem üthet ez csákánnyal, ne üss csákánnyal! De már megöltem. De most itt le tudtuk volna tesztelni, hogy izé. De... jó, hogy le tudjuk tesztelni, de megdöglünk. A portabunker az most nagyon értékes, Máté. Ott van még egy. Hol van? Az is jön ide! Most kell föllőni magunkat! Áó! Hol van? Ott van! És tök full mellé megyek! Ezt nem hiszem el! Megöltek? Azaz! Nulla! Telibe találtam és nullát sebeztem. Tök jó. Na hát, köszönjön, ez... nem nagyon... sikerül. Ja, eddig nem vagyunk valami jó állapotban. Egyelőre próbáljunk meg valakit megölni. Mert... menjünk ide. Amúgy, hogyha innen föntről látszom faltörőkost, már az is jó, mert akkor... vagyis, hogy az nagyon jó, mert... ja, hát mondjuk nem láttam, de elmondjuk. Miért nincs egy cseszt se sehol? Itt egy láda, vagy mi ez? Itt van egy faltörőkost, let's go! Oké. Máté. Le kell zúznunk mindenkit. Itt szaladgál fölöttünk.
Máté, fölfele nyomd! Juhú! Na? Azaz! Eltaláltam és lezuhant! Ez komoly? Igen, de ilyen izére esett. Várjál, megyek én is! Sprintálj már, nyomj! Ne, lelőtt. Hajj meg! Hajj meg! Máté, ütni kell! De mit üssek, hát meg vagyok hallva. Ja, két ütés kell tól, ezt nem hiszem. Eltaláltam, és így ráesett egy ilyen trambulinra. Máté, itt valószínűleg biztonságban vagyunk. Csak 8 ejtőernyőt mutat nekem a képernyőn, szóval... Nekem nullát. Nem, most egyet. Viszont itt ugye nem biztos, hogy zavarni fognak, szóval akkor itt könnyen tudunk majd lootolni. De zavarni fognak, hát már itt jönnek mögöttünk 20. Nem biztos, ezt mondtam. Gyorsan kell szerezni egy izét, és el kell húzni innen. Ja, de amúgy én nem is tudom, milyen új fegyverek vannak, mert... Ott van. Ez az? Igen. Igen, ez az. Várja, fölveszem. Porta bunker, Máté, ez most nagyon sokat ér, mert bújkálnunk kell mindenkivel. Ja, nagyon sokat ér a porta bunker. Máté. Ilyen faltörő kasok mellett. Ki kell lőnünk őket, a végéig kell maradni, és ki kell őket lőnünk a viharba. Máté, ez az egyetlen. Nagyon jó taktika. Hát, végül is meg lehet csinálni. És meg lehet próbálni. Kell nekem is egy... Hol van egy kulcsot? Valahol itt van kulcs is. Nem mintha érnénk vele valamit, semmit nem ér kulcs. Hát honnan tudod? Ezért azt lehet vele szerezni. Lehet legendary faltörőkost tudunk vele szerezni. Ja. Ja, mert miért ez? Mi ez? Rare? Aha, az kék. Ah. Ja, ez megy tovább. Ki mondta neki, hogy menjen tovább? Ott egy chest. A chesteket is nézd meg, mert abba is lehet. Megnézem, kinyitok mindent, nyugi. Azokban ilyen zsákokban szokott lenne a legtöbb. Ja. Ilyen... Viszont nekem az elég gyanús volt már elején is, hogy könnyen lehet találni ezt, úgyhogy ja. Valószínűleg szar. Mert hogy ezt így, ezt gondoltam. De most annyira nem lett könnyen találni. Ja, de nem igaz már, hogy mindig ilyen izéket kapok, ilyen augmenteket, ami ilyen értéktelen, tudod, hogy itt van! Let's go! Big push bomb! Hé, ezt lehet célozni? Ezt nem is tudtam. Te nem tudtad, hogy lehet célozni? Nem, én csak elég szomorú vagyok. Nekem az volt a legelső más dolgom, hogy ezt megnéztem, hogy lehet-e. Nem látok senkit, szóval biztonságban vagyunk, nyugi Krisz. Hát annyira azért nem. Dehogy nem. Mindegy, ha azért, akkor elszaladunk, hogyha valami van. Jó, akkor most bujkálni fogunk? Igen, most próbáljunk meg bujkálni, addig... Mi ez a Big Bush Bomb? Hát az a bush. Csinál igen. Bush-t. Ad bush-t. Oszta! És felgyulladt! Azt komoly... nézd, milyen jó, szép kis izé. Oszta! Ez a Minas Tirithben, amikor felgyullad a fa. Ja. Ja, ott nem is gyullad fel a fa. Nem is a fa gyullad fel. Ott vannak! Meneküljünk! Vagy meg, rájuk megyünk? Vagy nem jó. El kell menekülni. Muszáj. Nézzük meg, hogy mit csinálnak. Egyelőre ott vannak, látod? Nagyon lőnek minket. Igen, az a baj, hogy nem tudjuk őket megölni. De én szeretnék valakit megölni azért. Hát a végén tudunk csak. Jaj, Máté, van izé most olyan torony, hogy kinyifantasz valami emberkét, és ilyen jövő. Itt jön! Oké, és akkor meneküljünk. Jó, gyere. Csak neki a viharból. Nem ki, nyugi. Föl kéne menni magas helyre. Ott van az a torony, oda fölmenni. Ami felettem van? Nem. Vagy hol? Nem, itt még följebb. Itt. Így. Ja, okay. És innen kilőni magunkat. Oké. Okay. Okés? Merre? Oké, és akkor innen lőjük ki magunkat. Mondjuk merre? Mindig melyik után? Hát, arra. Jó. Ez nagyon félelmetes mindig, de ez... Az előbb nem sebzett semmit. Ezt nem viszem el! Most kajak, elkezdtek lőni. Azaz, menjünk. Menjünk oda abba a házba. Ezek most minket fognak kergetni, biztos vagyok benne, a kis gonoszkák. Hát én. Menjünk be abba a házba, és utána... Igen, mert lezúznánk őket egy másodperc alatt, csak ugye most nem használtunk fegyvert. Ja. Máté, gyere be ide. Pillanat. Hát itt vagyok, én már benn voltam, mikor mondtad. Oké, okay. Na, várja. Ez a business tour, ez milyen? Mát, az elég jó. Igen. Hát, nem látod a videómat, te hazug? Ott van a kis pajzs. De láttam. Ja, tényleg nekem még nincs egy pajzsom. Azzal ölt, vagy annak is... De ne lopd már! Jó, hát csak...
Mentem, hogy keresgél, mondtam. Te büdös lapos dögös. Máté, egy sziget. Nagyon örülök a szigetnek. Nem sziget, valaki bespawnolt valami mob. Szerintem az... Ja, itt van a torony mellett. Akkor az a izé. Ja, csak nem tudjuk őket kinyírni. Vagy megpróbáljuk? Nem. Mert csak rosszul járunk. Hát ezeket a NPC-ket meg lehet próbálni. Megpróbálom. A francba vágy, nem... Wow. Ellökted? Mennyit sebeztél neki? Meg fogunk halni. Megöl! Menj el! Fuss el! Fuss! Vedd fel a izét, Slappy Juice-t! Vedd fel Slappy Juice-t! Várjál, most pajzsot töltök. Jönnek ide ketten! Neked fel van töltődve? El kell innen menni! Menjünk el! Jaj, neki ment, kifele mentünk a izéből, ezt nem hiszem, én nem, én befelé. Jó. Fölvetted a Slappy Juice-t? Nem tudtam, hogy hol van. De nagyon sietnünk kell. Hát ahol kinyírtuk azt a boss-t. És komolyan nem vetted föl? Hát mit vegyek föl rajta? Jó, valakivel mással harcolna. Ott van az Inda. Aj, nem tudtam a jövőbelátó izét benyomni, jövőbelátó kártyát. Milyen jövőbelátó kártya? Hát van az a torony, és mutatja, hogy hol lesz a következő viharszűkülés. Ja, igen? Igen. Ez tök jó. Van másik torony, majon? Mi az egy másik torony? Milyen toronyról beszélsz? Hát a viharszűkülős jövőbelátó torony. Yeah. Máté, itt a csúszda, menjünk. Majom ember. Menjünk a csúszdán, gyere. Ja, jó. Ne, a másik irányba, hülye bar! Ezt a fost, és most lövöldöznek sniperrel. Jó van. Ja, várja. Ne, úszkálj! Ezek minket kergetnek még mindig, bakker. Ezt nem hiszem el. Menjünk tovább, gyorsan, itt van a Linda. Let's go! Oké, és Máté, túl kell élnünk! Mi visszafele mész, te barom! Nyugi. Ide üljünk. Itt le lehet ugrani. Ja. Szerintem, ha erre ráugrunk, akkor lemegyünk. Supercharged, jó. Az jó. Az nem, az, hogy nem fogyaszt benzint a kocsi, a mész kocsival. Igen, tudom. Na, egyelőre nem látok senkit. Valószínűleg minket se látnak. Nagyon remélem. Szerintem sem. Mert hogyha látnak, az szomorú. Ja. Oké, Krisztián! Ez lesz az. Ez lesz az. 30-an vagyunk. Let's go! Meg fogjuk nyerni! A 60-nak a tetőn. Látod? Igen. Ő is leveltezi magát rakétával. Azt a majom embert. Végszüksége esetén el tudjuk magunkat lőni amúgy. Ja. Ez ugye, ha ez ugye ilyen jó, leugrós. Jó, jön a vihar. Szerintem, hát ugorjunk rá, azt nézzük meg. Igen. Átugrottam a másikra. Föl tudok ide menni? Igen. Így, és rá kell ugrani a izére, Máté. A Indára. Jó. Mert? Let's go! Juhu! Oké. Ide át kell ugrani erre. Így. És akkor nem tudom. Ja, arra el. Jó. Hát most várjál, mert most nem tudom, hogy hol vagyok. Gyere ide föl. Itt ahol én vagyok. Ide ugorj át, oda arra a alsó levélre. Jó, jó. Oké, és akkor itt, és ott alul is van egy Inda. Ott tudunk tovább menni. Oké. Okay. Föl tudtál jönni? Igen, itt vagyok mögötted. Oké. Okay. Jaj, lőnek! Lőnek! Miért minket? Ellöktél! Miért lökte? Hogy löktelek el? Én csak mentem előre. Meglőttek? Ki kell innen gyújtunk. Igen, de onnan is. Ott van! Akkor lőd el magad! Jaj, nem már jönnek utánunk, nem hiszem el! Vagy te jöttél? Ott van! Jobbra!
Felmentek a szigetre. És mi merre megyünk? Hát én nem tudom, hogy merre megyek. Én csak megyek. Ide beütem egy bakarba. Jó. Iszok egy pajzsot. Jó, most benn vagyunk bőven nagy zébe, úgyhogy maradjunk egy picit itt. Maradjunk egy picit itt, Máté, szerintem. Oké, szerintem is maradjunk. Mert itt nem tudnak bántani a kis haverok. Mert hogyha nem tudják, hogy itt vagyunk, tudod, akkor nem tudom. Hogyha jön erre valaki, akkor el kell innen akkor menni. Double! Ja nem, tényleg, akkor elmenekülünk. Ja. Igen, mert most mindenféleképpen sokáig kell életben maradni. Krisztián, érzem, hogy ez lesz a győztes kör. Én is érzem. Minél tovább életbe kell maradni, hogy minél kicsebb legyen a kör, mert ugye minél kisebb a kör, annál jobban ki tudod lakni őket. Minél közelebb a vész, annál távolabb a baj. Igen, és úgy kell szűküljön, hogy egy ilyen sziklaszírdem vagyunk, ha leesel a szikláról, akkor már stormba vagy, és így föl kell lőnünk magunkat, és le kell őket lökni a szikláról. Aha. Mert akkor nem tudnak visszajönni a sziklára. Hallod, Krisz? Mondja. Hogyha így a földre lősz, és így odaizélsz, akkor így nem csapódsz be azonnal? Hát, meg kell próbálni majd, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy most már nem tudunk mit csinálni. Oké. 15-en vagyunk, és szűkült a kör. A Frenzy Fields. Jó, de nyugi. Van nálam 3 bakar. Hova menjünk? A Frenzy Fieldsre, arra az új helyre? Ott szerintem sokan vannak. Vagy a Streamy Springsbe? Szerintem sehová. Maradjunk itt. Hát jó, de kint vagyunk a kör. És? Itt van valaki. Hadd menjen el. Jó. Oké, szalad. Igen, a túl. Szaladj el innen. Szaladj csak. Mennünk kell. Nem kell! Jó, gyere. Ott van, ott áll! Ez most komoly. Ott állnak ketten is, látod? Aha. Oké, és ne, elfele mennek. Jó. Igen. 10 vagyunk. Jó, erre menjünk, gyere. Jó. Be a Frenzy pajtába. Igen, az jó. Lehet a Frenzy pajta tetejéről el kéne lőnünk magunkat majd. Jó, 8. Ja, de nem jó, nagyon kevesen vagyunk, és még nagyon nagy a kör. Hát ez nagyon rossz. Ez tényleg nagyon rossz. De szar helyre ment a kör, ezt nem hiszem el. Várja, szedek cuccokat. Ja. Máté! Beülhetünk kocsiba! Igen? Igen. Neked van supercharge-od? Van. Bepattanunk? Menjünk. Ezzel lehet lőni? Nem, ezzel nem lehet lőni kocsiból. Ez szomorú. Pedig az milyen lenne, és így a kocsit is repítené maga után. Ja. Krisztián, menjünk a körbe, lerakok egy bakrot, és üljünk bele. Jó. Csak ne lássa senki. Csak ne lássa senki, igen. De ez a leghangosabb rötyögős kocsi, ami az léted. Összes kocsi rötyögős hangos. Hogy? Hogy ugodj, Józsi! De hogy szedi le? 1000 élete van a kocsinak, és 3 másodperc alatt leszedték ezt a kamut. Máté, be kell ülnünk ide. Hol vagy? Miért mentél oda le? Mert szarrá lőttek azért. Itt egy bakar. Beülök. És itt van fölöttem, hogy ne! Gyere el ide! Itt van egy biztonságos hely. Tök mindegy, mert jönni fog utánam. Itt a bakar. Ja, és lebontja a házat körülöllem. Nagyon örülök. Itt a bakar. Gyere be, ülj be. Hol? Itt. Jó, de le fognak lőni. Jó. Na, heal. Jó, megúsztuk egyenlőre. Nézd, mennyi életem van. Ja, láttam. Ez az enyém? Aha. Kösz. És visszatöltődött. Jó. Medünk is. 7 vagyunk. Várjál, még a nagy pajzsomat feltöltöm. Megyünk. El akarod lőni magad? Hát nem, csak bemenni a körbe. Jó, akkor gyere. És megint valami bakarba be kell ülni. Menj, ásszám át a nyomorék. Na, oké? Jó, 5 vagyunk, most már nyernünk kell. Gyere, itt van nálam bakar. Oké. Menjünk a közepére. Ott is van egy bakar, gyere.
Megint pont akkor fog valaki meglátni, mikor beülünk a bakarba. Jó, okés. Oké. Gyerünk, Krisz! Nyernünk kell! Muszáj meginnom a izét, mert nagyon le van menve a pajzsom. Egy ilyen slappy juice. Ennél nehezebb kihívást még nem csináltunk a Fortnite-ba, ja. Szerintem. Hát a izét talán a csákányosat, de az ugye... Hát jó, de az reménytelen volt. Hát jó, ez is az. Úgy kell, hogy a vihar felé kell őket lőni mindenféleképpen. El kell lökni őket a vihar felé. És reménykedni, hogy nem tudnak visszajönni. Ja. Ott vannak! 5 DPS sem van. Itt van! Elcsúsztam! Mi történt? Én belé csapódtam. Igen? Igen. Muszáj volt. Ott van egy fent. Egymással lövöldöznek. Merre vagy? Ben vagyok a gödörbe, mindjárt újra töltődik. Szerencsére megtámadták őket. Oké, és újra töltöttem. Megyek oda feléd. Várj. Ne felé, mert én el vagyok a körtől 1000 kilométerre. Jó, de együtt legyünk. Oké, és itt hátul körbe tudunk menni. Jó, akkor megyek. Ajaj! Kimentél a viharba, te hülye? Nyugi. Jó. Oké, és... Ott van fenn. Ja, gyere! Látom. Jaj! Gyere itt oldatlen! Ó! Oh! Eltalált a gonosz. Hárman vagyunk! Krisztián! Meg kell ölni! Oh no! No! Hogy? Hogy szeded le az egész életem? Kilőttem. Kilőttem őt a viharba? Visszalőtte magát ő is. Oh! Amúgy kilőtted, de visszalőtte magát. Akar már fel! Megoldom. Fuss már! Ide jött. Berécselt, lövöldöz! Ott van. Ott van a csicska. Itt van. Felugrott a háztetőre! Oh, no! Mi történik? Máté, neked is be kell ülnöd a kocsi. Let's go! Ott van! Mi a szar? Let's go! És most mi történt? Kilökted? Hát valószínű. Szerintem kilöktel. Igen, mert bepattant a kocsiba. Igen, bepattant kocsiba, és elkezdett menni. Menni, és meghalt azonnal. Nézzük meg, nézzük meg! Hát figyelj, egy ilyen profi mester, ilyen fosfaltörőkossal is tud nyerni, figyelj oda. Hú, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy remélem, hogy mi nyertük meg, és nem ő lett öngyilkos. És ki gondolta volna, hogy működni fog ez ott a... Várjál, ezt nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy pusztult el a... Nem eliminételtem, szóval nyilván nem én öltem meg, de... Várjátok. Szóval, ez ugye a vége, amikor még itt... itt kilöktem őt a viharba amúgy? Mert itt... Ő hát félig meddig kilökted, és ő visszalőtte magát azonnal. Igen. Aha, itt már így lőtte magát fölfele. De szerintem egy picit benne volt a viharban. De... Ja, itt van, amúgy meg tudom nézni, hogy mi történt vele. Meg kell nézni. Látod, ja igen, így visszalökte magát, igen. Ez, hát ez jó nagy puncher amúgy, mert úgy meg kellett volna, hogy öljön. Jó, de engem meg hogy leszedett? Kicsit akadósan lehet látni, srácok, de... Azt, jól előtt az életem. Ja. Igen, mert laggos neki a... Lehet, hogy neki volt laggos a... Ja, itt ezt csinálta. Igen. Hát ez nem volt valami profi, szóval... Hát nem voltam béna. Igen, csak nagyon félt tőlem. Igen.
Igen, az fura volt, hogy lelőtte az na, épületet. Erre nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog meghalni. Jaj, szerintem lehet magát lőtte ki a viharba, most jut eszembe. Rossz felelő. Aha, figyeld. Ja. Ja. Kilőtte magát a viharba. Ezt a pancsert. Ez az, let's go! Attól még győzelem a győzelem, srácok. Ki gondolta volna, hogy így eltervesszük ezt a taktikát, és így sikerült. Összességében, srácok, ez nagyon jól alakult, bár én attól még azt gondolom erről a fegyverről, hogy hát nem valami használható, ja. Meg nem valami. Ez szerintem a építős módban, azt beszéltük a Mátéval hát videófelvétel közben, hogy valószínűleg az építős módban hasznosabb, mert ugye ott valaki fölépíti magát, és akkor így le tud bontani az építményét. De itt annyira nem hasznos Zero Build-be, ahol mi játszunk, de arra elég volt, hogy egy Victory Royale. Úgyhogy köszönjük szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nézzétek meg ezeket is, ugyanis biztos, hogy ezek is nagyon pöpecek, és nagyon tetszeni fognak nektek. És találkozunk a legközelebbi videóban. Szevasztok!